Számomra nem kérdéses, hogy a legtöbben túl sok húst eszünk. Túl sokat a saját egészségünk és az egész bolygó egészsége szempontjából. Mindennek tetejébe pedig ölnünk kell azért, hogy az áhított húshoz jussunk. Mit tehetünk? Ahogy én látom, a megoldás kézenfekvő. Több zöldséget kell enni. Ezt a nyarat hús és hal nélkül töltöm, hogy örvendezhessek a kert dicsőségének. De jó ég, ezt nézd! Felfedezem néhány apró kincs nagyszerű ízét. Ez is jó. Őrületes. Új magasságokba emel a gyűjtő szenvedélyem. Ez nem a legjobb módja a magok szüretelésének. És átadom magam a saját termesztésű zöldség örömének a helyi kertészeti bemutatón. A legízletesebb sárgarépa címért még versenybe szállhatunk. De még ott is megvernének az egyméteres sárgarépájukkal. Tessék, nesze! Egy bárányért megteszem. Ízlik? Na de mit? Ez maga a boldogság. River Cottage. Én és a zöldségeim. Termeld meg te! Június eleje van. A konyhakert tele van ízletes zöldségekkel. A lehető legjobb időt választottam ahhoz, hogy felhagyjak a hús és halevéssel. Most úgy érzem magam, mint egy gyerek a cukorkaboltban. Ezt nézd, golflabda nagyságú bébi cékla. Mark és a többi kertész remek munkát végzett. A kert minden része élettel teli. Én pedig úgy érzem magam, mint akit kényeztetnek. Milyen jó pofa! Nagyszerű! A kertnek ez a része jól példázza, hogy milyen könnyű zöldséget termeszteni, még ilyen kis területen is. Bárki termeszthet zöldséget a legelképesztőbb helyen is. Az a legjobb benne, hogy olyan változatokhoz jut így hozzá az ember, amikhez boltban nem. Ezzel biztos nem nyernék díjat. Ez a szivárvány keverékből van. A cékla nem egyszerűen cékla. Van a Kioggia, a klasszikus Detroit, vagy a Golden fajta, és mindegyiknek egészen más az íze. Határozottan cékla ízű. Talán egy kicsit gyümölcsös is. Az a kettő, amelyik a legjobban ízlett, a két különlegesség. Azt is megválogathatjuk, mikor születeljünk. Nincs olyan szabály, miszerint meg kell várni a teljes érettséget. A zsenge zöldségek mindig édesebbek. Ez igazán édes. Hihetetlen, igaz? Az ilyen zsenge egészen más, mint amikor kitölti a hüvelyt. Csak egy módja van, hogy megízleljük ebben az állapotában, ha magunk termesztjük. Az apró kincsek megünneplésére Gillel együtt két egyszerű ételt főzünk, amelyek kiemelik a zsenge zöldségek páratlan zamatát. Van itt burgonya, újhagyma, sárgarépa, disznóbab, zöldborsó és cékla. Mennyit kérsz ezekből? Szívem szerint csak egyet használnék. Kitalálhatod melyiket? Parancsolj! Ha csak egyet használhatnék fel ezekből, ami előttünk van, és egy igazán ütős fogást akarnék készíteni, nos, a disznóbabot választanám. Szerintem te is azt akarod. Tévedsz. Csak a cékla kell nekem. Hát? Gill játéktere háromféle cékla, amelyből egy régi kedvenc, a Tarte Tatin sós változatát készíti el. Szirupot főzök barna cukorból és egy kis almaecetből. Ezek szerint édes savanyú lesz a cukorral, az almaecettel és a cékla levével. Igen. Hihetetlen az illata. Ugye? És még jól is néz ki. Lefedem és beteszem a sütőbe.
Mi alatt Gil céklája a sütőben pirul, én egy egyszerű nyári salátát készítek, amely kiemeli ezeknek a zsenge zöldségeknek a természetes ízeit. Főzök hozzá árpagyöngyöt is a tápanyag és az állag kedvéért. A főzővízbe petrezselymet, babért és mentát is teszek. Meglepő, hogy milyen hamar megfőnek a zsenge zöldségek. Így van, fél szememet rajtuk tartom. Az új krumplinak talán 5 perc is elég, és valamikor közben hozzáadom a sárgarépát. A sárgarépát 2 perccel a főzési idő vége előtt tettem bele a fazékba. A disznóbabnak és a zöldborsónak 60 másodperc sem kellett. Amikor minden kihűlt, az árpagyöngyhöz hozzáadtam a vastagra szeletelt új krumplit és a többi zsenge zöldséget. Az öntett citromlé, repceolaj, felaprított menta, só és bors. Az utolsó hozzávaló az új hagyma lesz. Egy picit megsütöm olajban, tán 1 vagy 2 percig, hogy előjöjjön az édes íze. Aztán rászórom a salátára. Remek. Már sütöm is. Mielőtt megtennéd, voltál olyan szíves, és nekem adtad a zöldjét. Valóban. Kaphatnék el kölcsön 3-4 szálat, mármint örökbe. Persze, de akkor elveszted az egy zöldséges szakács kiváló címet. Se baj, legyek 2 zöldséges. Hagyjuk ezt a dumát, hogy nekem elég egy zöldség, ennek vége. Itt van a kezedben az új hagyma. Gil céklája enyhén karamellizálódott a sütőben. Megfordítjuk, hogy a gömbölyű fele legyen alul, és Gil beborítja a céklát egy leveles tésztalappal. 20 percre visszateszi a sütőbe. Ez alatt készít egy pikáns öntetett mustárból, apróra vágott újhagymából, petrezselyemből, almaecetből és kevés olajból. Jól néz ki? Gyönyörű. Csodás a színe, felpuffadt a tészta. Igen, szerintem kiboríthatjuk. Nagy pillanat. Kicsit izgulok. Fogom. Ó, te jó ég. Szép lett. Milyen nagyszerű. Pont megfelelően szirupos a teteje. Csodás az illata, és remekül fest. Mit szólsz ehhez a két tárhoz egymás mellett? Nagyszerű. Aki meg akarja főzni a sorozatban látható ételeket, látogasson el az alábbi honlapra. A tartatán őrületes. Eltaláltad. Igazán édes. Ugyanakkor sós is. Nem eszik az ember ilyet minden nap. Nagyon jó. Kiváló. Van, aki úgy gondolja, hogy ez a tár remek étel még jobb lenne egy roston sült báránybordával? Egyáltalán nem. Nincs rá szükség. Annyira ízes. Miért hozott fel a báránybordát? Tán csak nem hiányzik. Hiszed vagy sem, tényleg nem. Csak hallom bégetni a birkákat. Jó ég, ez egy dzsungel. 3 évvel ezelőtt találkoztam egy lelkes kis csapattal Bristolban, akik a tüskebokros parlagon heverő földeken városi farmot akartak létrehozni. Ma pedig visszajövök, hogy lássam, hogyan alakult a sorsuk. Hello, Bob! Szia! Örülök, hogy megint itt lehetek. Én is örülök. Hihetetlen, hogy mit csináltatok itt. Bámulatos. Hello, Mandy, hogy vagytok? Jól. Jó látni téged. Tudod, az első nap itt kezdtük, vagy egy kicsit hátrébb, és először utat kellett vágni magunknak a tüskebokrok között. Nehéz elhinni, hogy ezen a területen csak tüskés bokrok voltak. Ma meg 4 családot lát el zöldséggel. Szia, Catherine! Szia! Hogy vagytok? Nem akarsz segíteni? De, szívesen. Ássak ki egy növényt. Könnyűnek néz ki, ugye? Nagyon tapad ez a föld. Kaphatnék egyet? Ez annyira jól néz ki. Ezt a fajtát nem is ismerem. Ezt? Ó, nagyon köszönöm. Fantasztikus munkát végeztek itt a Bramble farmon. De mint minden mezőgazdasági munka, ez is nehéz.
Az eredeti Bramble Farmról már csak ti ketten maradtatok Bobbal. Igen. Volt egy pont, amikor minden nagyon nehézé vált, és többé-kevésbé magatokra maradtatok. Így volt? Igen, fel akartuk adni. Itt akartunk hagyni csapot papot. Mi volt az igazi probléma? A sok munka, bár aztán voltak, akiket be tudtunk vonni a munkába. Szerinted, akik most itt vannak, elkötelezettek? A legtöbbjük igen. A Bramble Farm már rajta van a térképen. Senki sem szeret nehéz, agyagos talajt ásni, de létezik alternatívája a hagyományos zöldségtermesztésnek, amivel könnyebbé válik a munka. Néhány percre innen Mike egy sokkal szabadabb formát választott a növénytermesztéshez, a permakultúrát. 6 féle egres terem meg itt, és a mustárvirágok beporzásával sem kell törődnöm. A takaros ágyások és rendezett sorok helyett Mike kertje inkább dzsungelnek néz ki, de van rendszer a látszólagos káoszban. Döntően a növények végzik el a munka legnagyobb részét, az ásást is beleértve. Korábban itt téglagyár volt. Így a talaj gyakorlatilag a gyag. Vettük észre. A gyakban ásni valóságos rémálom. Igaz. Ha van egy olyan növényem, amelynek a gyökérzete ilyen mélyen nyúlik le a talajba, és levágom a tetejét, a gyökér elpusztul. Ez azt jelenti, van ennyi üres terem. Ebbe a lyukba tömöm bele a komposztot, és egyáltalán nem ástam. Csupán egy növény tetejét vágtam le. Ezt én is meg tudnám csinálni. Hagytam felmagzani a spenótot. Visszavágtam, és a gyökere meg fog rothadni. És ez egy nagyon agyagos talaj. Tehát azt mondod, az agyagos talaj minősége jelentősen javult, mert itt hagytad ezeket a gyomnövényeket, amik elvégzik helyetted az ásást. Pontosan. És így már nem is gyomok, hanem hasznos növények. A veszélyesebb gyomok, mint a vadmezei szulák, megfojtják a kertet, és még csak a komposzt tetejére sem lehet hajítani őket. Ezért Mike bedobja őket egy algákkal teli fürdőbe. A rothadó gyomnövényből keletkező tápanyagok az algákat erősítik, és termékeny táptalaj válik belőlük, amivel további talajjavulás érhető el. Ugolj bele! Mennyiért? Egy bárányért megteszem. Na, egy bárány és ugrom. Ezzel nem járnék jól. A magam szemszögéből. A permakultúrás kertekben nincsenek zöldség vagy virágágyások, gyümölcsös kert. A növények együtt nőnek és egymásra vigyáznak. Ez egy cseresznyefa, de alatta egészen más. Ez egy évelő póréhagyma, hagytam felmagzani. Kihullanak belőle a magok, gyökereket eresztenek, és hip-hop jövőre egy csomó évelő póréhagymám lesz. Ez tisztára új nekem, mert eddig azt gondoltam, tisztán kell tartani a fák alapját, még fű sem nőhet ott, nehogy elvonja a tápanyagot. Ez teljesen új koncepció. Ha egy puszta területtel kezdesz, az se sokáig marad üres. Kerítés hiány, emberek és állatok is mászkálnak rajta, és a természet mindig visszaveszi, ami az övé. Végül egy erdő lesz rajta. De célszerűbb ehető növényeket termeszteni, nem? Hasznos növényeket, és minél hasznosabbak, annál produktívabb a rendszer. Butaság lenne, ha nem használnám ki a körülöttem lévő nagyszerű alapanyagokat, és nem főznék valamit. Bízom a többi telek tulajdonos nagy lelkűségében is, és remélem kapok annyi zöldséget, amennyiből mindannyiukat jól tudom lakatni. Láttam elég sok zöld babot, ami jó, sok cukkinit, zöld fűszereket. Van valakinek káposztaféléje? Fantasztikus lenne! Brilliáns, egy kis fodros kell! Kaptam egy hatalmas vokot, és tényleg, de tényleg mindent beledobok. Ez a recept a rendezett káosz másik formája. Mindent felhasználok hozzá, amit az emberek hoznak. De jó ég, lóbab. Kitűnő, nagyon köszönöm. Nagyon izgatott vagyok, mivel minden, amit most főzök, néhány perce még a földben volt.
Csodás érzés volt látni, ahogy jöttek le a dombról az emberek, és hozták magukkal a saját termesztésű kiváló alapanyagot. Remélem, elég nagy az a bok. Szeretném, ha a zöldségek egy része kissé odakapna, mert ekkor alakul ki az a kellemes karamelles íz, ami a többi hozzávalóval összekeverve az egészet ízesebbé teszi. Legalább egy tucatnyi különböző zöldség van benne. Az íre a pontot a zöld fűszerek teszik föl. A snidling, az új hagyma zöldje és némi koriander. A csodás sült zöldségeket végül főtt tésztával keverem össze. Mindenki éhes? Ne fogjátok vissza magatokat! Sok ember gyűlt ide körénk, de szerencsére elég nagy a vok, és sok zöldség termett a környező telkeken. Ha szeretnének zöldséget termeszteni, de nincs telkük, keressék fel a telek megosztás honlapját az alábbi weboldalon, hát ha valaki épp olyat keres, aki művelni a földjét. Ráadásul, ha szerencsések, egy remek nyitott közösség tagjaivá is válhatnak. Akit érdekel egy kis almabor? Tényleg? Ha valaki meg tudja termelni a saját élelmét, ráadásul ilyen gyönyörű helyen, mint ez, egy egészen másik világot teremt, ahol élhet. Még mindig a számban érzem a csodás, frissen szedett zöldségek fantasztikus ízét. Ez maga a boldogság. Az ételre, italra fordított pénz több mint 20%-át étteremben költjük el. De sokan megrövidítve éreznék magukat, ha a menü középpontjában nem hús vagy hal állna. Timnek meghagytam, hogy duplázza meg a vegetáriánus ételek választékát a River Cottage étteremben. De a múlt héten nem járt igazi sikerrel. James báránygerince fölényes győzelmet aratott a polentája fölött. Vésd csak föl, Tim, 4-1-hez. Innen nem tudsz fordítani. Ott áll a falon. Kivégeztelek! Tim most jobban meggondolja, mit válasszon húsmentes erőételnek. A babkrémes bruschetta ígéretes, de keres valami extra hozzávalót is a pirítós tetejére. Reméli, Gary és Alice segítségével rá is akad majd egy sajtbarlangban. Ez itt a barlang. Hú, megcsap a szaga, hogy belépünk. Járjuk a nyugati országrészt, és felvásároljuk a különböző sajtokat. Ismerjük a sajtkészítőket, jóban vagyunk velük. Már azelőtt is remek sajtok ezek, mielőtt ide kerülnének, de azt hiszem, mi egy magasabb szintre tudjuk emelni őket. Fokozzátok az amúgy is jó minőséget. Beiskolázzuk őket az ízek egyetemére. Ha ránézel, látod, hogy ezek boldog sajtok. Gary és Alice a megszállottságukból csináltak karriert. Sajtnagykereskedők adják és veszik a nyugati országrész legjobb sajtjait. De mielőtt útnak indulnának velük, bedugják ide a barlangba, akár 4 évre is. Omlik, mint a vajkaramella. Mint a bornak, a sajtnak is jót tesz az érés, elmélyül az íze. Ez remek, igaz? Újabb és újabb ízek jelennek meg a szádban, sőt, még azután is, hogy lenyelted. De nem tolakodó, csak édes. De talán néhány sajtnak radikálisabb dologra van szüksége, mint egy hosszú pihentetés. Vissza az emberek világába. Azt tervezik, hogy tölgyfa és diófa forgácsot égetnek, azon füstölik majd a sajtokat egy kiszuperált fémhűtőszekrényben. Tökéletes mérnöki munka. Csukjuk be! Ez nem olyan dolog, amit Gary és Alice korábban már kipróbált volna. Gondoljátok, hogy működik? Őszintén? Remélem. Nézzétek ezeket a szépségeket! Menjünk és kóstoljuk meg ezt!
Érezni a füst szagát. Hány pont a 10-ből? 7. 5. Érdekes, nálam csak 4. Ebből kiderül, egy adag füst még nem minden sajtot változtat meg. A friss kecske sajtnak viszont határozottan jót tett a beavatkozás. Jó? Baromira. Ó, Gary. Sajtos? Füstös. Remek. És friss. Ez itt a legjobb. Más dimenzióba emelte a sajtot. Ez a kedvencem. El is viszem a legjobbakat, amit csináltunk, és itt hagyom nektek a többit. Fogd és fuss! Minden vegetariánus tudja, hogy a legjobban sajttal lehet csillapítani a sós íz iránti vágyat. Márpedig Timnek az a terve, hogy a zöldséges oldalra csábítja a húsevőket a füstölt kecskesajt prototípusával. Szezonja van most a disznóbabnak. Most még elég kicsik a szemek, és édesek. De ahhoz már elég nagyok, hogy elválasszuk őket az anyjuktól. Amikor nagyobbak lesznek, a belső héjuk kezd egy kicsit keserűvé válni. Akkor jobb ezt leválasztani. Most jön a forró fürdő. Forrásban lévő vízbe teszem 1-2 percre. Kevés repceolaj, sok vaj, fokhagyma, egy jó nagy gerezd. Őszintén szólva, ennyi a recept, ezt fogom pirítósra kenni, és ez már most a világ legjobb abkrémes pirítósa lenne, de megpróbálom még különlegesebbé tenni. Fokhagymával is bedörzsölöm. A krém ne legyen se túl sok, se túl kevés. Természetesen nem kell ehhez a fogáshoz az újonnan kifejlesztett füstölt, friss kecskesajt. Másféle kecskesajt is megteszi. Apróra vágott mentával szórom meg. Repceolajjal is meglocsolom, és elfelejthetjük, hogy hús egyáltalában létezik. James, gyere ide, kóstold meg. Te megrögzött húsevő vagy. Klassz nyári ebéd egy pohár borral. Igen, gyönyörű. A sajt teli találat. Sokat eladnánk belőle. Szerintem is. Már fel is került a déli étlapra. Jó ötlet. A disznóbabos bruschetta nem csak a konyhában arat sikert. A vendégek megőrülnek érte. Bruschetta, 32-es asztal, pincér! Az ebédidő vége előtt egy órával már elfogy. A probléma nem az, hogy rábírjuk az embereket egy hús- és halmentes előételre. Keményebb dió a főétel. Az első lépés a bruschetta volt, és nagy siker. A második már nagyobb feladat. Rávenni az embereket egy olyan főételre, amelyben se hús, se hal. De ma a bruschetta remekül ment. Egészségünkre! Néhány nap múlva Upline faluban megrendezik az éves kertészeti kiállítást. Mint az ilyen vidéki eseményeken lenni szokott, a hagyománytisztelő britek igazi fesztivált kanyarítanak köré. Látványos és gyönyörű zöldségeket meg gyümölcsöket állítanak ki, amik minden bizonnyal lehengerlik majd a zsűrit. Mi is vihetünk néhány zöldséget River Cottage-ról, de nem reménykedem túl sok díjban, hiszen mi az ízre megyünk, nem a küllemre. Ez milyen fajta? Bolero, és nagyon ízletes. Nagy hagyománya van a vidéki kertészeti kiállításoknak. Az emberek nagyon lelkesek, és hatalmas méretű zöldségeket termesztenek, ahogy láttuk.
De nem hiszem, hogy volt valaha is olyan kiállítás, ahol az íz is versenyzett volna, ahol lett volna ilyen kategória is. Pedig kéne egy legízletesebb sárgarépa kategória is. Kéne. Akkor ezzel is indulhatnánk, és nem aggódnánk, hogy a bírák kifogásolják a küllemét, vagy kinevetik. A legízletesebb sárgarépa kategóriában biztos ez győzne. Talán mondhatnánk idén a bíráknak, hogy a változatosság kedvéért legyen íz kategória is. Nem hiszem, hogy ne ez nyerne. Az a fura, ha lenne is ilyen kategória, még akkor is lehet, hogy a legízletesebb sárgarépa kategóriában is megvernének az egyméteres szörnyükkel. Az lenne a legrosszabb. Borzasztó. Coming up. Oh, I eat the fruit of a prehistoric tree. I wonder if this is the first time anyone's ever made monkey puzzle nut couscous. And the denizens of the horticultural show agree to two new classes based on taste. Look at that. Oh, Mark. Soha nem riadtam vissza a nehézségektől, és az ízletes étel reményében alámerültem egy fésű kagylóért, vagy lelőttem a szarvast. De most felhagytam a hús és halevéssel, ezért másut keresem a kalandot. Ellátogatok a Bigton mezőgazdasági főiskolára új fehérje forrás után kutatva. A dióféle, amit meg szeretnék szerezni, az araukária fenyő tobozában rejlik. Ezek itt a legnagyobb és legöregebb araukáriák egész Európában, pontosabban szólva Dél-Amerikán kívül. Ezeket a látványos fákat Nobby Clark gondozza, és megígérte, hogy rátehetem a kezem néhány tobozra. Örülök, hogy találkozunk. Micsoda fogadtatás! Mekkora ez a fa? Gyönyörű, nem? Egészen különleges. Ezek a szúrós levelek teljesen tele vannak az ágak. Jól fel vannak fegyverezve, mármint jól tudnak védekezni. Mert ne feledjük, nagyon ősiek, és olyan állatok próbálták lelegelni a leveleiket, mint a dinoszauruszok. Tehát az araukária olyan idős, mint a dinoszauruszok? Igen, ilyen fák kövületeit találták meg a jurakorszakból. 200 millió évvel ezelőttről, és még régebbről. Szóval ezek nagyon ősi fák. Nagyon szúr. Ez a legöregebb példány. 1843-ban ültették ki. Akkor 5 éves volt. Az emberek általában nincsenek felkészülve rá, hogy az a kis fa, amit kiültetnek a kertbe, 30-40 méteres fává nő. De nem az ő életükben. Dél-Amerikában, ahol az araukária őshonos, nagy becsben tartják, és a magja sokfelé alapvető tápláléknak számít. Csak azt nem tudom, hogy fognak ki a dél-amerikaiak egy olyan fán, amely a dinoszauruszokkal folytatott küzdelemben sem maradt alul. A magukat régebben William Lobb szüretelte, aki igen sok időt töltött araukária erdőkben. Ő egyszerűen lelőtte a tobozt a fáról. Tényleg? Igen. De ha a békésebb szüretet akarok, felmászhatok és leszedhetem? Igen. Tedd magasabbra a lábad, úgy, és húzd lefelé a kötelet. Közben told előre a csípődet a legobszénebb módon, amit csak el tudsz képzelni. Így, jó. És aztán nyomd meg a bütyköt. Jó lesz. Nincs kétségem afelől, hogy könnyebb lenne a földön állni és megvárni, amíg a tobozok leesnek. Nagyon bölcsen, pontosan ezt csinálják a dél-amerikai indiánok is. De nekem ehhez nincs türelmem. A franc. Egész magasan van. Igen, nagyjából eddig tudsz eljutni.
Látok pár csábító tobozt a lombkoronában, 5-6 méterre tőlem, de fogalmam sincs, hogyan férkőzzek hozzá. Vagy vágsz egy irdatlan nagy lyukat a fába, vagy golyóálló mellényt veszel föl, és úgy nyomakodsz át az ágak között. Ez a terv? Azért vonszoltam fel magam idáig, hogy te bebizonyíthass, nem ez a legjobb módja a magok megszerzésének. Ez a majmokat is töprengésre készteti. Felfogtam. Azt hiszem, bebizonyosodott, hogy marhaság volt ide fölmászni. Tisztára hülyének érzem magam. Remélem, Nobi, hogy találunk más módot is a szüretelésre, és ha igen, megéri majd a végeredmény. Egészen biztos. Lehet, hogy a majmoknak megéri ide fölmászni, de 100 000 évnyi evolúció más játékszereket is adott az ember kezébe. Azt hiszem, így kell csinálni. Van valami trükkje a szedésnek? Igen, csak éles. Szerintem kísérletezzünk. Csak nem azt akarod mondani, hogy még sosem szüretelted? Nem. Megcsavarjam? Igen, és hajlítsd. Ó, esik szét az egész. Ott vannak a magok. Ott bizony, de sajnos leesnek a földre. Majd lent felszedjük. Vannak szép életképes magok is. Őrületes. Érzem, ahogy csúszik szét az egész. Teljesen érett, és olyan, mintha elolvadna a kezemben. Hihetetlen. Hoznunk kellett volna egy táskát, amibe beletesszük. De elképesztő, nem? De hihetetlen teremtmények. Most, hogy végre a kezemben tartom, nem hámozunk meg egyet? Nem kóstoljuk meg? Itt és most? Bocs. Fa tetejisznek? Bocs, de megetetlek. Egészen ropogós. Igazán finom. Próbálom összehasonlítani a fenyőmaggal vagy a mandulával, de egyikre sem hasonlít. Jellegzetes az íze és az állaga is. Igazán jó. Talán leginkább a gesztenyére hasonlít. Az íze, igen. Sorban potyog ki a kezemből, nem mehetnénk le? Brilliáns ötlet. Ezt a szuper fenyőmagot egy nyári salátába fogom keverni, melyet kuszkuszból, újhagymából, cukkiniből és paradicsomból állítok össze. Kíváncsi vagyok, készítette már valaki kuszkuszból és majomfarok fenyőmagjából salátát. Szerintem nem. Valószínűleg igazad van. Megpárolom a cukkinit és az újhagymát. Adok hozzá vékonyra szeletelt fokhagymát is. Reszelt citromhéj, a citromleve és némi olívaolaj ízesíti meg a gabonát. Azokon a napokon, amikor nem egy 150 éves araukária alatt főzök, mogyorót vagy fenyőmagot keverek bele. Száraz serpenyőben kissé megpirítom ezt a mandulára hasonlító magot. A mentát és a petrezselymet együtt aprítom fel. Nagyon jó lesz. Fura nekem a kés. Én inkább láncfűrésszel hadonászok. Ha gondolod, azzal is felapríthatod a zöld fűszereket. A paradicsomot inkább nyersen teszem bele. Tessék. Fantasztikus. Nagyon jó. Ha először kóstoljuk a mandulát vagy mogyorót, azt mondjuk, milyen finom. De ez sem kevésbé ízletes, ami itt van a tányérunkon. Nagyszerű dióféle. Az araukária 30 év után hoz termést, így azok az emberek, akik ezeket ültették, erősen hittek benne. Pedig tudták, soha életükben nem fogják látni ezt a pompás fasort a teljes szépségében. Ültessenek néhányat, és a következő generációk is élvezni fogják.
A termését legalábbis ők fogják, ha a hús és hal helyett keresnek más fehérje forrást. Na te, hagyod abba? Ez elképesztő. Nem is olyan könnyű elültetni. Egész nap föllemászkáltam egy 150 éves araukária fenyőn, egyetlen karcolás nélkül. Most meg, ahogy elültetem ezt a csemetét, minden egyes mozdulatnál megszúr. Ráadásul az araukária ültetése lutri is, mert külön hím és női varúfák vannak. Nemük viszont csak körülbelül 30 év múlva derül ki. Ha tehát csak hím vagy csak női varúfákat ültetünk, nem hoznak termést. Veled mi a helyzet? Te fiú vagy, vagy lány vagy? Ahogy szúrsz, biztos fiú vagy. River Cottage-on a zöldségeket nem a kertészeti kiállításokra termesztjük, hanem az ízük miatt. Semmi sem demonstrálja ezt jobban, mint a mikrosaláták ágyásai. Ezek a saláták nagyon különböznek attól, amit a szupermarketekben megvehetünk. Tele vannak zamattal, élettel és életerővel. Egész más az ízük is, hihetetlen. Az a legjobb bennük, hogy könnyűek és nagyon gyorsan fejlődnek. Egy-két hét alatt kifejlődnek, attól függ, milyen évszakban vagyunk. De nem az eltelt napok számítanak, hanem a növények magassága, 4-5 centisnek kell lenniük. A három kedvenc a vörös mustármag, a borsmustár és a koriander. Egy napos ablakpárkányon is termeszthetők, csupán talaj, víz, türelem és egy olló szükségeltetik hozzá. A mikrosaláták hercege a koriander, pontosabban ez inkább mikrozöldfűszer. Nagyon intenzív az aromája, nagyon ízes és 10 nap alatt megvan, miért termesztenénk másképp? A mikrosaláták valóságos ízbombák, friss, harsogó zamatuk bármilyen ételt feldob. Ezt most meg is mutatja nekünk Gil egy sült paradicsomos risotton keresztül. Az első adag alaplevet már ráöntöttem, és amíg beszívja ezt a rizs, átpasszírozom a sült paradicsomot. Olívaolajjal, kakukkfűvel, fokhagymával sütöttem meg. Lassan hozzáönti a passzírozott paradicsomot, és beletépked egy friss bivaj mozzarellát is. A risotto ettől még krémesebb állagú lesz. Ráteszem a fedőt, csak 2 percre, hadd pihenjen. Látják, milyen fantasztikus, ahogy elolvadt a sajt. De nem szeretném, ha azt gondolnák, a mikrosaláták csak díszként szolgálnak. Nem, ez is fontos része az ételnek, igazi ízbombák, és pont ezt keressük. A risotto nekem túl nehéz, de a zöldek miatt most sokkal könnyebb. Pontosan, minden nap használom ezeket, amikor csak tudom. Úgyhogy folytassátok a termesztést, jó szolgálatot tesz az Eres csatorna. Felvirradt a kertészeti kiállítás napja. A zöldségeket általában méret és alak szerint bírálják el, de idén először lesz 2 olyan kategória is, amelyben az ízé a főszerep. Szép is, finom is, ebből baj nem lehet. Meg vagyok győződve arról, hogy a mi bolerónk esélyesként indul a legízletesebb sárgarépa kategóriában, de 3 másik zöldséget is kell választanunk hozzá, mert díjazzák a vegyes, nyers zöldségtálat is. Ezek a zsenge termések olyan ízletesek, hogy nehezen tudunk dönteni. Annyira különbözik minden mástól. Senki más nem fog édeskömény-gumót benevezni, épp ezért kockázatos is. Lehet olyan bíró, aki utálja az édesköményt. Újhagyma? Ez is finom. És édes. Őrületes. De ma reggel mások is szedik a zöldséget, és ugyanazt gondolják a sajátjukról. Éles lesz a verseny. Valóban, és nem tudom, mi mellett maradjunk. Majd az úton eldöntjük. Menjünk. Lehet, hogy a kiállítás rendezőit meg tudtuk győzni arról, hogy íz alapján is meg kellene ítélni a terményeket, de vajon a bírák is tudják, hogy a kicsi a finom?
Mialatt a többi versenyző az utolsó simításokat végzi a kirakott terményeken, én abban reménykedem, hogy az óriás méretű sárgarépák ízben nem veszik fel a versenyt a mi picinyeinkkel. A nyers zöldségtárra végül édeskömény gumót, aranycéklát és cukkinit teszünk. Ezt nézd! Jól néz ki! Látod a retket? Nem tökéletes a formája, de biztos vagyok benne, hogy finom. Ne légy ilyen pesszimista, mi is jót állat rakunk össze. Szerintem is. Sárgarépa, ezt nézd! Ez aztán hatalmas! Csodálkoznék, ha az íze is olyan jó lenne, mint a kinézete. A színe is remek. Ó, Mark! A nagy miatt nem aggódom, de a kicsik miatt igen. Mindegy, most már semmit sem csinálhatunk. Igaz, én is emiatt aggódom. Messze van a tökéletestől. Horpadás is van benne. Tulajdonképpen ronda. Mindannyian az istenek, vagyis a bírák kezében vagyunk. Javában folyik Áplányban a kertészeti kiállítás. A bírák pontozzák a virágokat, gyümölcsöket, borokat, lekvárokat és természetesen a zöldségeket. Az ilyen kiállítások alkalmával a közösség ünnepelheti, hogy milyen remek művet alkotott a konyhában vagy a kertben. Mégsem tudok szabadulni a gondolattól, hogy a bírák a zöldségek küllemét, nagyságát és formáját értékelik csak. Pedig ami a saját termesztésű zöldséget megkülönbözteti a boltitól, az az íze. Én pedig ezt szeretném megünnepelni. Ezért is örülök annyira annak, hogy két új kategóriát is bevettek, a legízletesebb sárgarépáét és a vegyes nyers zöldségtálét. De mennyire állják majd meg a helyüket River Cottage terményei egy vakteszten? Ropogós, friss. Igen. Szeretném, ha mindenkinek jutna a friss étel, ezért amíg a bírák összedugják a fejüket, készítek két dipet a nyers zöldségekhez. Az első egy közel-keleti mártás, az a neve, hogy tarator. Nagyon olcsó, mivel maradék szikkadt kenyérből készül. Az ízt a dió, a fokhagyma, az olívaolaj és a citromlé adja. A szikkadt kenyeret néhány percre vízbe áztatom és apróra vágok egy duci fokhagyma gerezdet. A dióberet 5 percig pirítottam, most összedarálom a kinyomott kenyérrel. Ezen a ponton lazítom egy kicsit az olívaolajjal és a citromlével. A színe kissé sápadt és nem túl bizalomgerjesztő az egész, de ma minden az ízekről szól. És az íze fantasztikus. Pici piros paprikával is megszórom, és mindjárt szebb a diós tarator. A következő keveréknek az a lényege, hogy frissen főzött zöldségekbe frissen szedett nyers zöldségeket mártogatunk. Zsenge előfőzött zöldborsót fogok összeturmixolni egy hagyma-fokhagyma keverékkel, amit előzőleg olajban megpároltam. Maréknyi friss mentalevelet, egy kevés vizet és olívaolajat adok még hozzá. A fűszeres közel-keleti mártással ellentétben ez a dip az angol konyhakertekből jött a nyár közepén. Az az érzésem, megérkeztek a versenyzők az ugatókutya versenyre is. Igen, tényleg van itt egy ugatókutya verseny. Fura belegondolni, de valószínűleg ez az első kertészeti kiállítás, ahol a látogatók nem csak nézhetik, de meg is kóstolhatják a terményeket. Hölgyeim és uraim, a nyers zöldségstand megnyílt! Fogyasszanak bátran! Ne féljenek, ez a zöldség nem harap! Ez nagyon jó! Jöjjenek csak folyvást! Ízlik? Meg se tud szólalni. Az jó jel. Fantasztikus a dip. Remélem, a standunk arra emlékezteti majd a látogatókat, hogy a házilag termesztett zöldségeknél nincs jobb, főként, ha nyersen fogyasztjuk. Tessék! Az egyiket el kell vegyem, vagy a fagyit, vagy a sárgarépát. Melyik legyen az?
A sárga répa. Ezt megkaptam. A bírák döntöttek, mi pedig megnézzük, hogyan végeztünk. Ezek szerint az utóbbi két évben Ashley győzött. Mit gondoltok idén is? Szerintem vele nem ér fel senki. Ashley, Margaret és Rosemary nyeri a legtöbb díjat Upline-ban már évek óta. Te jó ég, el sem hiszem. Mindegyik burgonyája első helyezett. Fantasztikus. Első, gratulálok. Ez is elképesztő. Nem az első díj, de a legjobb prezentáció. Csodás tervényeik megint aradtak, de azt remélem, a mi bébi zöldségeink is legyőzhetik ezeket a monstrumokat az ízversenyen. Az első díj ezé a tányéré. Egészen biztos a virágdekorációk is segítettek benne. Mark, a második hely a miénk. Az jó. Tragikus módon a legízletesebbnek ítélt sárgarépa nem a miénk. Ez finom. A díjat M. Prince kapta, a kiállítás titkára. Melyik fajta ez, M? Jaj, nem emlékszem. Ezen gondolkodjon el jövőre. N, mint a társaság titkára, és aki épp megnyerte a legízletesebb sárgarépa termesztőjének díját, nem állítom, hogy le volt vajazva, de kérdem, van rá esély, hogy jövőre is lesz ilyen kategória? Komolyan remélem. Nem kaphat mindenki serleget, de azt hiszem, egy fronton mindenképp győztünk. Ez az első kertészeti kiállítás, ahol a látogatók nem csak nézhették, de meg is kóstolhatták a terményeket. És fantasztikus időt töltöttünk együtt. A következő adásban szerelem van a levegőben. Én meg kifürkészem egy húsmentes lagzi titkait. Nem vagyok jó ebben. Kóstoljam meg, és mondjam el őszintén a véleményem. Legyen teljesen őszinte. Narrátor Holnándor. Magyar szöveg Piros Kriszta. Szerkesztő Molnár Attila Dávid. Hangmérnök Rózeman Péter. Gyártásvezető Mosol Ildikó. Szinkronrendező Vági Tibor. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette.